Városunkban február 5-én és 6-án zajlanak a beiratások az általános iskolák első osztályaiba. A gyermekek jövője szempontjából fontos, hogy szüleik a megfelelő iskolát válasszák számukra, hiszen az ott megszerzett ismerethalmazra biztonsággal felépíthető a boldogulásuk, életük. Az a gyermek, aki magyarul kezd el tanulni, és olyan közösségbe kerül be 3 évesen, tehát hogyha magyar óvodába folytatja, magyar gyerekek veszik körül, illetve a pedagógus is magyarul foglalkozik vele, tehát ezen a nyelven kezd el gondolkodni, amihez érzelmi szálak kötik. Abban az esetben, hogyha a szülő úgy dönt, hogy 6 évesen egy szlovák tanítási nyelvű iskolába íratja be, a gyermeknél itt törés következik be, mert magyarul gondolkodik, magyarul kommunikál, és a szlovák iskolába való bekerüléskor nem érti a társainak a beszédjét, illetve tanítónéni utasításait. Ennél a gyermeknél egy bizonytalanság következik be, tehát lemarad a tananyagban, és a szülő nem éri el azt a célját, amit kitűzött. A kutatások és a felmérések is bebizonyították, hogy a középiskola befejezésével, amikor már olyan tudásra tett szert anyanyelvén, amit kamatoztatni tud, ekkor, ha egy más nyelvvel, illetve más kultúrával ismerkedik meg, itt eredményeket lehet elérni. Bizonyítják a gyermekek, az egyetemet végzett fiatalok, akik a magyar iskolából kikerülve simán megállják a helyüket, úgy a szlovák, mint a cseh, vagy teljesen más nyelvű egyetemeken. Szlovákiában a törvények szerint január 15, illetve február 15 között zajlanak a beiratások az alapiskolákba. Ezeket a beiratkozásokat sok esetben kampányok előzik meg. A mi véleményünk az, hogy a kampány, a beiratkozási kampány a szeptembertől szeptemberig tart. A mi álláspontunk az, hogy a mai világ mivel megváltozott, az iskolákat ki kell nyitni, úgy a szülők, mint az óvodáskorú gyermekek előtt. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az iskolák szorosan együttműködjenek a körzetükbe vagy a régiókba tartozó óvodákkal, közös programokat szervezzenek, hogy a gyermek, amikor 6 évesen a beiratkozáskor átlépi az iskola kapuját, számára ez ne egy ismeretlen környezet legyen. És nagyon fontos az, hogy ezeket a programokat úgy szervezzék, hogy a szülők is jelen lehessenek, tehát meg is ismerkedhessenek annak az iskolának a profiljával, a programjával. Nagyon fontos, hogy megismerkedjenek a pedagógusokkal és az iskolának a hangulatával. Napjainkban már sok esetben a szülő nem is iskolát választ, hanem pedagógust választ. Tehát annak alapján válassza meg az iskolát, hogy éppen ki lesz az elsős tanítónéni. Tehát a szülők előtte már érdeklődnek az iskolákban. A szülők döntését sok esetben befolyásolja a családi hagyomány, tehát hogy éppen hová jártak iskolába, befolyásolja a környezet, befolyásolja az óvodai környezet, hogy a társak, akikkel az óvodában együtt járnak, hová iratják a gyerekeket iskolába. Tehát most már az iskolaválasztásnak nagyon sok tényezője és nagyon sok összetevője van.